A magyar-szerb kereskedelmi forgalom 2014-ben meghaladta az 1 milliárd eurót, hangzott el a Magyar Nemzeti Kereskedőház belgrádi irodájának megnyitóján. Budai Gyula az Oroszország által elrendelt embargóból fakadó külgazdasági intézkedésekért felelős magyar miniszteri biztos a Pannoner TV-nek elmondta, az idei esztendőben további 40%-kal bővült a Magyarországról Szerbiába irányuló export. Az agrár termékek vezetnek, tehát az élelmiszer kivitel, és ehhez kapcsolódó élelmiszeripari termékeknek a volumene valóban jelentősen nő. Ez számunkra öröm, és azt gondolom, hogy a mai napon megnyitott kereskedőház ehhez a dinamikus növekedéshez egy jelentős mértékben még hozzá tud tenni. Szerbiában több mint 400 magyar-szerb vegyes tulajdonú vállalat tevékenykedik, és a remények szerint a Magyar Nemzeti Kereskedőház megnyitása után ez a szám tovább növekedhet. Az együttműködés főleg a mezőgazdaság területét érinti. Ugye a mezőgazdaság igen, az egy fő területe, és a mezőgazdasághoz kapcsolódó technológiák is, de mellett számos olyan terület, akár az autóipartól kezdve az ICT-n keresztül, a gyógyszeriparban. Tehát több olyan terület van, ahol én úgy gondolom, hogy lehet találkozás a szerb igények és a magyar kínálat között. A kereskedőház elsődleges feladata, hogy a Szerbiában már ismert és keresett, jó minőségű és magas hozzáadott értéket képviselő magyar áruknak, valamint az új és innovatív termékeknek még nagyobb ismertséget és teret biztosítson. Emellett a szerb és magyar kis- és középvállalkozások számára biztosít kapcsolódási lehetőséget.